Itt Kálmán Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője. Mielőtt bemutatjuk a nagyon-de-nagyon nagyon kemény meccset Magyarország és Brazília között, Brazília-Magyarország meccset, melyet Magyarország megnyert 4-2-re a Wangdor Stadionba 1954-es VB-n. Nézzük meg néhány színes képet az Aranycsapatról. Be, ez beszínesített kép, eredeti kép az fekete-fehér volt. Ez a kép Párizsban készült a Renault gyár csapata elleni meccs előtt. Itt látjuk Lórántod, Buzánszki, Hidegkúti, Kocsis, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai, Lantos, Puskás és Grosics. Ez ugyancsak a Wangdorf stadionban van, de ez a döntő a németek ellen, Nyugat-Németország ellen, itt látjuk Buzánskit, amint védi a labdát, egy német csatár elől, itt pedig Loránt, Hidegkúti és Kocsis. Ez az angol magyarom van, mely Magyarország megnyert 6-3-ra, Londonba 1953-ba. Kocsis szeretett fejelni, szinte mint egy madár úgy repül. Az angol játékos arca eléggé meg van rémülve. Itt pedig Bozsikot látjuk. Moszkvába egy hónappal az 1956-os október 23-i forradalom előtt, melyet Magyarország megnyert egy nóra, Puskás első válogatott képe beszínezve 1945-ből, és ezen a csodálatos képen láthatjuk színesbe, az csapatot az angol-magyar előtt. A Wembley stadionban Puskás, Krosics, Lorant, Hidegkúti, Buzanski, Lantos, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai és Kocsis. Kinagyítom. ez a kép rendkívüli. Grafikus művészek Londonba varázsolnak bennünket 1953. novemberében. Werner Librik lerúgta puskást az első német-magyar meccsen, melyet Magyarország megnyert 8-3-ra. Ezért Bozsik volt a kapitány, a Brazília elleni és Uruguay elleni meccseken, és érdekes módon Magyarország megnyerte mindkét meccset 4-2-re. Persze a uruguayiak azt gondolták, két ország van a világon, mely ért a focihoz, az pedig Uruguay és Brazília. Magyarországot nem számolták be, ennek ellenére Magyarország megverte mindkettőt, Uruguay volt a 1950-es VB bajnok. Itt még elég barátságos a hangulat, de később nagyon ellenséges lesz. Hatalmas harcok folytak a pályán. Itt látjuk Cibort, Kocsist. Ez valószínűleg Tóth József, és itt valószínűleg Kuti. Nincs magyar sor a Brazil-Magyar meccsről Wangdorf Stadionba, Benbe. Brazil sor itt van, és van még egy a brazilokról. Ez a Brazil felállási sor. Bozsikot, Bozsik megsérülve, hát ő azt gondolta, hogy akarattal sértette meg az egyik brazil játékos, miután helyre jött, visszajött a pályára, és saját maga próbált igazságot kiosztani, mivel a bíró nem osztott ki igazságot. Az eredménye az lett, hogy mindkét játékos piros kártyát kapott és le lett küldve a pályáról, lesz Santos. Ezek után még egy brazil játékos kapott piros kártyát. Itt Tóth Józsefet látjuk, itt pedig Hidegkútit. Ez valószínűleg Bozsik, bár nem vagyok biztos benne, ez pedig Hirekúti. Ez a favorit képem itt a kapus és másik brazil játékos a földön. Ez Kuti-nak néz ki, ez pedig Cibornak. Itt látjuk Tóth Mihályt akcióban. A meccs vége felé kitört a pandemónium, a brazilok nagyon, de nagyon sértve érezték magukat, a rendőrség is belejött az akciókba. Brazil újságírók, hivatalnokok jöttek a pályára, akkor már 4-2-re vezetett Magyarország. A utolsó gól Cibor beívelt és Kocsis befejelte. Ráadásul a brazilok ö, verekedést kezdeményeztek az öltözőkben is. Állítólag Puskást is csatlakozott a verekedéshez, bár Puskás meg volt sérülve, szóval nem volt, ö, nem játszott. Puskás és Budai nem játszott helyette, Tóth József és Tóth Mihály játszott, de összes többi a szokásos aranycsapattag volt. Itt látjuk Cibort, Tóth Józsefet és Kocsist, itt pedig Grosicsot, a labdát a másik irányba nézni úgy tűnik, hogy rossz irányba ugrott, itt pedig Buzánszki. Kocsis lőtt két gólt, Hidegkúti egyet és Lantos egyet 11-esből. Ezzel búcsúzom, itt uh, Tóth Kálman, az Aranycsapat könyv szerzője. Köszönöm kedves figyelmüket!